Hello Sziget 365 Family tagok, képzeljétek el, történelmi pillanatot írunk. Szia Balázs! Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy hány napot gyalogoltál most? Hármat. És már is itt van Magyarország legnagyobb borfesztiválján, aminek nagyon örülünk, de legyünk más stílszerűek, sétáljunk akkor egyet. No. Ugyanis tulajdonképpen most már színpadon voltál a borfesztiválon, hoztál Egerből fantasztikus borokat, óriási viharokon mentél keresztül, ugye a Sziget 365.hu Family tagok izgultak is, mert hát, megelőlegeztük a bizalmat, de azért mindenki a szerkesztőségben azt látogatta, hogy na vajon feladod-e, mert brutális viharok voltak az elmúlt napban. Így van. Nehéz pillanat volt gyerek közben. Igen. Tudom, ez, hogy is mondjam, szemtelenség, de akkor sétáljunk egy picit. Igen. Szóval minden turámnak meg volt a saját jelentetessége, valamiknél a éjszakával kellett küzdenem, ugye, ez leginkább február márciusban jellemző, valamiknél a kutyákkal viaskodtam. Azt arról is írtunk éjszaka, de most mi történt, mi volt a legdurvább? Hát a viharok. Igen, vihar. Tehát, hogy tegnapi napon három ízben áztam meg folyamatosan. Megnehezítette a túrámat. Én mosolygok egyébként, elnézést kérek, mert amúgy így utólag már ez egy mosolyogtató, meg láttuk, mert beszéltünk, igen, gyere. Beszéltünk nagyon sokat, hogy igen, az ember nem gondolja, hogy azért milyen lehet az, hogy kint vagy tényleg a pusztában, az út mellett, stb. Szóval nagyon nagyot gyalogoltál, Egerből fantasztikus barokat hozott Balázs, nagyon jól tetted, hogy Szegedre hoztad őket, az egrieket is imádjuk. Nem csak de azért, Egerből. Na honnan még? Hát Tokajmád. Tokajmád. Na nagyon jó borvidéke. A völgyburászat, meg a Szent Andrea. Oké, mindjárt. De a leglényegesebb, hogy elhoztad ide Szegedre Magyarország legnagyobb gasztrofesztiváljára. Na és akkor most egy kicsit komolyra fordítva a szót. Reklámozzuk ezt a két bort. Tehát melyik két borról van szó? Az egyik a Szent Andrának az Agapéja, ami gyakorlatilag egy 98 pontos magyar bor. Ez egy brutálisan jó bor. 48. világversenyen 2000 borból 48. helyet is ért el. És a másik a Tokai, Mád Tokaj. Az meg egy szintiszta Mád gyűlőből származó szintiszta furmint bor, ami gyakorlatilag polcon nem kapod meg, tehát nem is elérhető. Tehát exkluzív annyira, hogy ez sehol máshol nem lehet. Igen. És várjál, én láttalak, ugye arról is írtunk, hogy a borásszal is voltál, esetleg dedikálta a bort? Vagy az... Mind a két bort dedikál van, abszolút dedikál van. Hölgyeim és uraim, és akkor most még komolyabbra fordítjuk a szót, gyerek közben sétáljunk még az utolsó lépéseket, amit Kínzol? Megteszel, hogy az a lényege, hogy te tulajdonképpen erről már sokat beszéltünk a Sziget 365-ben, hogy szeretnéd azt, hogy legyen egy kis életmódváltás az emberekben. Kicsit állnak a Balázs túra, Facebook oldalt kövessétek be, elindítottad, nagyon sokan írnak nekünk is, hogy mikor, hogy kellene, mert futni mondjuk még nem tudnak, de elindulnának. De ami nagyon fontos, hogy ezt a hype-ot, ezt te arra használod, hogy mindig segítesz is. Segíteti az OMS-nek, segíteti a mentőautósoknak, most pedig ugye segítesz Anasztáziának úgy, hogy ezt a két üveg bort felajánlott kvázi egy, mondhatjuk így, hogy licitre, hogy a Szent Vincent alapítványnak, aki a legnagyobb összeget utalja, aki csak 500 forintot tud utalni, nyugodtan utalja, sok apró is jó, mert akkor ezzel Anasztázia rehabilitációját segíted. Ez azért egy nemes gesztus. Én igen, megfordítanám, én azt mondanám, hogy az Agapé, ugye a Szent Andrea bora, az legyen licit alapú, viszont a másik bort, bárki bármennyit adományoz, megnyerheti. Jó, ez a lényege, jó. Tehát, hogy segítsetek, itt olvashatjátok, hogy hogy tudtok licitálni, stb. Balázs, te meg nem csak azért vagy hős, mert legyalogolt együtt, hogy jótékony vagy, és ekkora szíved van, és köszönjük szépen, és megígértem múltkor is, mindig segítünk, tehát, hogyha bármi jótékonyságod van, mi biztos, hogy a Sziget 365.hu Family tájékoztatjuk, hanem képzeljétek el, miután három napon keresztül viharban gyalogolt, még elviseli, hogy itt fárasztjuk a Széchenyi téren, úgyhogy tényleg még egyszer gratulál. Szóljon a borról az és azért óvatosan, és aztán egy jó tus, lazaság, és utána jöhetsz kikapcsolódni. Sziasztok, köszönöm szépen. Sziasztok!